estét kívánunk, kedves hölgyeim és uraim! Szeretném elmondani, hogy ma este Tarbéla nem lesz jelen, nem jött haza Szarajevóból, ott tanít a filmiskolájában, de szeretném bemutatni Papp Ferenc operatőrt, aki a ma este vendége lesz. Én Szabó Lemér vagyok az est házigazdája, és néhány szóban szeretnék beszélni az operatőr úrról, csak röviden, hogyha megengedi. Mint egy 500 játék és dokumentumfilmet fényképezett, munkásságának egy szakasza szorosan kapcsolódik a budapesti iskolához, amiről a filmklubunk szól. A filmregény forgatásáért megkapta a filmkritikusok díját, aranyszarvas díjjal jutalmazták életművét, méltatták néhány évvel ezelőtt. Tarbéla alkotótársa a világhírű rendezőnek a dokumentarista korszakában, és ez utóbbi filmcsoportnak a nyitó darabja, a kezdő filmje, egy érdekes kuriózum, filmkuriózum, a Családi tűzfészek lesz a mai este programja. És akkor első kérdésem az lenne, hogy ez a kísérlet, ez a nyitó darab, az első darab, ez mekkora szellemi izgalmat és technikai kihívást jelentett. Hogyan kezdtek hozzá? Mit jelent ez az operatőri munka, ami teljesen új szint, egy új módszert, egy új filmcsoportot, filmkorszakot nyitott? Hát ebben az időben volt egy ilyen utolsó Herzsko osztály voltunk, ott kezdődik. És amikor a mi osztályfőnökünk, tanárunk volt Herzsko, akkor hagyta el az országot 1972-ben. Ez érdekes politikai helyzet volt, ugyanis előtte szó volt arról, hogy egy alkotó művésznek, vagy valakinek, hogy kell ebbe a társadalmi helyzetbe viselkednie. És Herzsko azt mondta, emlékszem rá egy vágó szobában, hogy be kell illeszkedni ebbe a fajta szocialista rendbe, idomulni kell az uralkodó réteghez, be kell lépni a pártba, a kerítésen belül kell lenni, mert azok a kutyák, akik a kerítésen belül vannak, azok ugathatnak. Akik kint vannak, azok kóborkutyák, azokat lelövik. Mondta Herzsko, aki a kerítésen belül volt, és majd eltelt talán egy fél év, egy év, és Herzsko tanár úr elment. Hogy van akkor most a kerítésen kívül itt választja? De tudtuk, hogy nem fél attól, hogy lelövik, mert hát Svédország messze van, odáig nem hordala. Bár elhordhatott akkor még a szocializmus puskája odáig. De ez volt egy alaphelyzet. És amikor mi kikerültünk, utána nekünk nem is tudom hány osztályfőnökünk volt. Hát a Máriási Félix, a Fábri Zoli bácsi. Mi utána ilyen árva osztály lettünk. És abban az időben a Balázs Béla stúdió az egy zseniális konstrukció volt, nagyon alacsony költségvetéssel, évi 5 millió forinttal gazdálkodott, de a főiskoláról kikerülő filmes palánták lehetőséget kaptunk arra, honorárium nélkül, meg minden bemutatási kötelezettség nélkül, de lehetett szárnyat bontogatni, hogy használjak ilyen nagyképű kijelentéseket. Egyáltalán filmhez lehetett jutni, mert mindenhol a Híradó és Dokumentumfilm stúdióba, a nagy televízióba, mindenhol egy nagyon bonyolult elfogadási rendszer volt, és nagyon szigorú szabályok. A HDF-be egy ilyen kísérőfilm, ami a Híradó és a nagyfilm között volt, az lehetett 17,5 perc, nem lehetett több. A Balázs Béla stúdióban lehetett hosszabbat csinálni, lehetett 16-os technikával forgatni, lehetett kísérleti filmet csinálni, és nem volt bemutatási kötelezettség. Ott vagy bemutatási, vagy betiltási lehetőség volt. Tehát itt meg a Balázs Béla stúdió az egy fantasztikusan szabad lehetőség volt, és abból az 5 millió forintból nagyon sok film készült évente, kicsi költségvetésűek. Én beszélve arról, hogy egy idő után ez eleve úgy indult, hogy csak a főiskolát végzettek számára biztosított lehetőséget. És pont amikor mi végeztünk, akkor
elindult egy Dárdai Hugójék, meg már előtte a Szomjas Gyuriék elindítottak egy olyan fajta irányt, hogy akik nem végeztek főiskolát, tehát az amatőrfilmes világból, népművelék, valahonnan jönnek, hogy azok is lehetőségeket kapjanak. Volt, aki gyurmafilmet csinált, képzőművészek is. Uh-huh. Voltak ilyen abszolút experimentalista filmet, mint az erdélyi vonatút, és egy jó pár ilyen furcsa filmek is készültek, ezek nem voltak besorolhatók sehova. Nem is kellett bemutatni, mentek ilyen. Hát akkor indult ez a társadalmi forgalmazás, ahol mindenhol be lehetett. Hát ha nagyon nem tiltották be, akkor itt a Bódi itt kezdte az amerikai Anzix-szel, és egy csomó anna büntető expedíció, az hiszem, hogy az is Balázs Béla film volt, a Pintér Georgéké. Akkor, szóval érdekes, és mi voltunk ebbe, akik olyan helyzetbe csöppentünk, hogy akkor indul be egy olyan fajta, hát volt két fő mainstream a magyar filmgyártásban, az egyik a Kósa, Sára, Gálpista féle hagyományos, klasszikus, szigorú képi rendszerbe foglalt, nagyon lineárisan gondolkodó, tiszta, szép dolgokat megfogalmazó film, és volt a másik a városi. Akit a Szabó Istvánék képviseltek, egyfajta városi értelmiségi problémával foglalkozó, mélyebb intellektuálisan megközelítő filmek. És hát voltak a klasszikusok, akik még Fábri Zoli bácsi és a többiek, akik viszont a nagyon hagyományos csinálták. Szóval ez a három főirány. És hát volt egy rés. Volt egy rés, ez pedig az a fajta valóságföltáró dokumentumfilmek, ami egy kicsit experimentalista, de hajszál pontosan a lényegre, és csak a valóságról szóló. És nem a valóságot át akarja alakítani, nem a valóságot akarja reprodukálni, hanem a valóságnak olyan szeletét kiemelni, ami tipikus és többet jelent önmagánál. Uh-huh. Tehát ezek voltak a családi tűzfészekbe föltűnő munkásábrázolás képek, ahogy indul a film. Uh-huh. És akkor ide oda jutottunk, hogy is kevés volt ez a szintű ábrázolás. A nevelésügyi sorozat készült így, ahol egy bizonyos problémakört, a nevelésügyet, öt részben elég alaposan egy család kapcsán körültárgyalta a film át, de sokkal lényegesebb társadalmi problémákat vetett föl, mint magába a oktatásügyben lévő problémák. Az egy anatómiai ló volt, ahol az egész ország összes lényegi, mentális, magatartási, karrierépítő, önmegvalósító, egzisztenciális problémája fölvetődött. És Tarbéla jelentkezett egy olyan törekvés művelődési ház amatőr filmes csoportjába volt, és akkor még nem végzett főiskolát, és lehetőséget keresett, hogy olyan filmet csináljon a Balázs Béla stúdióba, ami technikailag már jobb, mint az amatőr filmes, zörgő kamerák, nem jó eredeti hang, és akkor a Balázs Béla stúdióban már megjelent egy-két olyan gép, amivel tudtunk hasznos hanggal készült felvételt csinálni, mert előtte minden kamera zörgött, hangot nem lehetett vele. Mindig az volt, hogy fölvettük külön a képet, utána narráció, zene alá, de az, hogy egy az egyben leképezni arcokat, embereket, gesztusokat, mondatokat, ez rettentő nehéz volt. Ez úgynevezett direkt filmezés, lehet mondani, ez direkt hang vagy egyenes hang? Tehát igen. Hát, ma már fogalmuk sincs a fiatal generációnak, akik Super HD minőségbe most rögzítenek egy ilyen kis géppel. Akkor hát nekünk egy ilyen monstrummal kellett állandóan cserélni benne a filmszalagot, mert 10 perc volt, egy kazetta, 120 méter, és mindent ki kellett centizni, mert egy tekercs film 120 dollár volt. Ott hagytuk abba a hitelesség kérdése és a nagy közelik módszere ebben a
operatőri munkában, ami nagyon tudatos, látszik, hogy nagyon is érzékeny és résztvevő, ahogy beszéltük, hogy ez mégis hogy lehetne ezt megfogalmazni, mennyi itt a valóság, vagy mennyi a fikció, hogy lehetne ezt mégis valahogy tisztába tenni. Szegfő András így írásában mondja, hogy vigyázat, játékfilm. Tehát, hogy most itt játékfilmről vagy dokumentumokról is szó van. Hogyan lehetne ezt kicsit megközelíteni, ezt a problémát? Ezek az emberek, akik itt vannak, ezek nem szereplők, nem amatőr szereplők, emberek. Emberek. Emberek, akik olyan helyzetbe, olyan helyzetet teremtettünk a film forgatása során, hogy mint ember tudjon megnyilvánulni, nem mint színész, nem mint, és abszolút hozott anyagból dolgoztak. A karakterük, a gesztusviláguk, a szó fordulataik, szóhasználataik, ezek mind abból a nem lehet más, mert abból a társadalmi rétegből kerültek a film kamera elé. A legnehezebb probléma itt azt elérni, hogy a filmezés helyzete lehetővé tegye azt, hogy ugyanolyan ember maradjon, mint amilyen amúgy. Uh-huh. Hogy ne kezdjen el játszani, ne kezdjen megfelelni, akarni. Igen, teljesen értett. Hogy ne akarjon megfelelni semmiféle elvárásnak. Legyen olyan, amilyen ő zsigerileg, amilyen ő az ő általa élt élet alapján fölépített személyiségből sugárzik. Akkor lesz hiteles. Ha valamelyik elkezd egy őrgrófot játszani, egy proli, hát az gyalázatos látvány. De fordítva is. Viselkedjen úgy, így azt a sört, hányan úgy, ahogy az életben amúgy előfordul. Szórakozzon. Ugyanaz a gyerekkel. A gyerek a legőszintébb mindenhol. A szegény kis gyerek, amikor ott kitör az elmegyek, az szörnyű. Az egy olyan kegyetlen kínzás volt. Azt nem ismertük föl, mert nem csak egyszer vettük föl, mert hogy általában mindent egyszer vettünk föl, akkor jó hosszan. Uh-huh. És akkor majd azok a részei, ahol esetleg nem sikerült a hitelességet teljes mértékben megoldani, akkor az a rész kimaradt. Nagyon sok kimaradt egyébként. Uh-huh. Tehát hosszú jelenetek voltak, akár mint most a későbbi korszaknak egy beállítása. Itt a jelenetek voltak hosszúak. Lehet mondani, hogy tényleg, és akkor akkor mondhatjuk, hogy emberek, és nem feltétlenül társadalmi típusok. Tehát itt nem annyira a szociológiai modell volt annyira fontos, inkább embereknek a gazdag, színes jellemvilága, élete, lehet mondani, hogy kicsit más, mint a jutalomutazásféle tipizálás? Vagy itt más voltam a... A jutalomutazásban én csak másodoperatőr voltam, és másodasszisztens. Ebbe a léleknek a mélyebb ábrázolási szintjére törekedett a Tar Béla. Sokszor ez ott a forgatáson szinte kíméletlennek tűnt az, hogy olyan szituációt teremteni, ahol kiborul, ahol a nő, de a férj is olyan őszinte állapotba kerül, és olyan megnyíló állapotba, hogy azok a könnyek, azok nem glicerinből készültek, mint általában a filmben. Azok nem a hagymaszagoltatással lettek előállítva, mert számtalan fortélya van annak, hogy az ember hogy állítja elő a könnyeket. Ezek lelkileg lettek előállítva, ezek a könnyek. Azt lehetne mondani, hogy igazak, de hát a helyzet eleve olyan volt, hogy az már egy iszonyatosan presszionált, mondom, sokszor kíméletlen. Béla egyébként nagyon következetes, és ha azt mondom, hogy nagyon erős emberi eszközöket használt ahhoz, hogy a szereplőből akkor is
szinte szenvedve jöjjön elő az a helyzet, de a lényeg az, hogy ott legyen a vásznon. Utána elnézést kérhetünk minden, de ha már fönn megvan, föl van véve, akkor az létrejött egy érték. Az operatőrnek mi volt ebben a helyzetben a szerepe? Érezni kellett, mikor kapcsolja be, vagy hogy a maga kamera is egy olyan presszió, hogy előhozza, provokálja a helyzetet? Az a jó, ha a kamerát idő után nem figyelembe se veszik. Figyelembe se veszik, ezért nincs az, hogy felvétel indult, 72-es csapó, semmi, hanem úgy, hogy elindul egy ilyen helyzet, és akkor egyszer csak úgy érzi az ember, hogy most meg kell nyomni a gombot, és az a jó, ha még csak a szereplő azt se veszi észre, hogy berreg a gép. Nem, ugye ezek kell látni, hogy ég a piros, de tudom, hogy ki lehet kapcsolni, de itt az ember tudja, hogy megy a fel. A filmkamerán nem megy. Vagy ha... Le kell ragasztani szigetelő szalaga, hogy le is. Csak a filmkamerának megvan az a hátulütője, hogy ebbe, ha jól tudom, 106 percet bír egy 32 gigabájtos kártya. Nekünk a filmtekercsünk az 122 méter volt, ami 11,2 perc, tehát 11 perc, az kifutott. Uh-huh. És az berregett és kattogott, és akkor próbáltunk gyorsan betölteni, hogy még ne sírja már el az összes könnyét, hadd vegyem föl. Uh-huh. Én teljesen úgy képzelem, hogy ennek az egész helyzetnek természetes része, hogy megy a kamera, és hogy ezt elfogadták, és hogy bele van kalkulálva ebbe az egész erőtérbe, ami itt működik, úgyhogy lehet rosszat mondtam ezzel a szigetelő szalaga. Tehát, hogy elfogadják, hogy... Elfogadják, de azért abból a lelki állapotból, amivel a rendező nagy nehezen belerángatja, beletapossa, belekényszeríti, hogy abból ne rángassa már ki azt, hogy át kell fűzni a gépet. Tehát azt megpróbáltuk mindig teljes mértékben háttérbe maradni ezekkel a problémákkal, hogy kitartsanak még a könnyek. Van esetleg valakinek? Tessék. A szereplőket hogy keresték meg, hogy választották ki? Ez a házas pár már a Tarbélával előtte ismeretségben volt a Törekvés Művelődési Ház, Művelődési Központ, az kint van valahol a Kőbányai úton. Ott már forgattak róluk egy amatőr filmet. Ennek a házaspárnak a lakás körüli kínszenvedéséről, és a Tarbéla onnan már ismerte őket, és a figurákat, akik az após, az anyós, azok idegenek voltak. Valóban egyházas pár voltak, de idegen. Ez mindig egy bonyolult szereplő válogatás, ami sokkal nehezebb, mint egy ilyen színész casting, mert nagyon nehéz megállapítani egy emberről azt, hogy kamera előtt is képes-e olyan ember lenni, mint amilyen valójában. Én elég sok ilyen filmet csináltam, és rengeteg olyan befürdés volt, hogy jött egy rendezőasszisztens, vagy valaki, aki, hogy hú, nagyon jó szereplőt találtam. És utána elkezdtünk velük beszélgetni, meg próbafelvételt csinálni, hát már amennyire lehetett, mert videókamerák még nem nagyon voltak, hogy inkább ilyen nagyon rövid anyagot tudtunk forgatni filmbeli próbafelvételre, és kiderült, hogy aki az életbe olyan rettentő snájdig, jópofa, jó határozott, szuggesztív karakternek tűnik, az nem jön át. Nagyon csalók a dolog egyébként. Sokszor volt úgy, hogy volt jelenet, fölvettük, hozzuk, hogy hú, de baromi jó, ez nagyon jó, sikerült, szépen dörzsöltük a kezünket, hogy na, ez aztán kitűnő volt. Előhívtuk, hangot aláraktuk, bele startolva, bejutunk a vetítőbe, megnéztük, és hát hogy hihet, hogy lettünk ilyen hülyék, hát ez olyan pocsék ez a jelenet, hamis, nem igaz, mert nem veszi észre az ember ott. Uh-huh. Hiába, nekem a mániám az, hogy egy operatőr mindig elsőnek látja a filmet, mert tárgyiasult képet lát. Nem az, erről már az előbb beszéltünk, hogy hajszál pontosan. Velem egyszer előfordult, hogy Halál után 5 perccel című filmet forgattuk, és balesetről mentő mennyi idő alatt érkezik meg, ez ilyen 17 perces dokumentumfilm volt a HDF-ben, a Híradó és Dokumentum Stúdióban.
Szondi utca, várjuk a delikvenseket, akiket behozzák, be volt világítva az egész folyosó, műtő, utcarész, ahol a mentő megáll. Megáll a mentő, kamera a kezembe, rajta benne volt 150 méter nyerső, még azt hiszem, az egy 35 mm-es filmre készült. Egy öreg ilyen, még a második világháborúban Hitler csináltatta ezt a haditudósító kamerát azzal a kezembe. És kihozzák a pacienst, valami kocsmai verekedés és egy törött korsóval a mosolyát innentől így föltolták a homlokára. Elég ocsmány látvány volt, de ennek az volt azért, hogy a fénybe hogy van, hogy olyan úgy vegyem, hogy éles legyen, hogy állítsam, hogy mozgásban úgy tudjak vele menni a műtőbe, hogy és amikor a műtőben ott volt, és már elkezdték tisztítani a sebet, meg nem tudom, kifutott a film. Levettem a kamerát a szememről, és rosszul lettem gyakorlatilag. Megláttam, hogy mi is ez. Nem kellett élességet állítani, nem kellett komponálni, és láttam, hogy mi a valóság. Na, az már sok volt. Én kérdezném a film végét, hogy ott egy interjú szituáció van, hogy áll interjú, egy monológokat mondanak. Van ott valaki, aki beszélget velük, vagy ez igen, már igen. A... Általában, de ezek ilyen, soha nem a kamerának beszélnek, hanem mindig a kamera mellett lévő embernek minél inkább optikai tengelybe, hogy az évből nézve mégiscsak érezze, hogy kontaktus van az arccal. Ők a saját életükről beszéltek. A saját életükről beszéltek, de a saját életük, mivel hogy hozták a eljátszott életbe is. Ezért nagyon-nagyon nagy átfedés. Nem hogy átfedése, szinte teljes azonossággal volt. Egyébként nem tudom, hogy azóta együtt vannak-e, hogy szétmentek-e, mert én nem... De lesz, hogy Béla se tudná megmondani, hogy itt lenne. Fölbukkant miatt bennem a filmező felelőssége. Tehát, hogy biztos-e, hogy ezeknek a fiataloknak az élete így alakult volna, ha nincsenek felvéve. Ugye a bajuszos fiatal férfi, tehát a férje, az tulajdonképpen csak egyszerűen egy gyenge jellem volt. Még szerette is a feleségét, mint ez a végén is kiderült, nem csak azért, mert mondta, hanem hát tényleg látszott rajta, hogy tulajdonképpen szerette, de az apjának a befolyása alatt, aki viszont egy ekte genyó volt, annak a befolyása alatt romlott meg végül is kettejük kapcsolata, hiszen a filmben semmi nem utalt arra, hogy a ifjasszony eljárt volna bárhova is. Semmi. Ez eszembe a végén, mint hogyha lett volna arra utalás, hogy némi paplan alatti nyúlkálás a kapus részéről megesett időnként. Tehát bennem az merült föl, hogyha ez a család nem filmfelvevő gépek előtt játszhatja le az életének a hazatérés, mármint a katonaságbóli hazatérés utáni szakaszát, eldurvul-e ennyire, vagy nem? Mert hogy a férfiak nem szeretik, hogyha alul maradnak, pláne nem filmen. De ennek az élet, szóval nagyon nehéz a kérdés válaszolni rá, ugyanis ők az életben nem voltak egy család. Ők az életben nem voltak egy család, nem voltak testvér. Egyedül a főszereplő férfi és a bajuszos és a feleség a gyerekkel, ők voltak házastársak igaziba. A többiek csak játszottak, az szerep volt. De lényegtelenek is voltak. Tessék? De ezek lényegtelenek is voltak. Az após. Hogy lehet volna lényegtelen? Az ekte genyó. Hát igen, statiszták voltak tulajdonképpen a történetben. Nem statiszta szerep alapú. Hát nem abban az értelemben statiszták, de hát végül is a házas pár között zajlott. És akit érintett volna egyébként, azt mondja, hogy a filmezés felelőssége. Ők is tudták, hogy játszanak. Ez nem véres, nem halálkomoly, ez egy szerep volt. És utána oda mentek, aláírták, fölvették a szerepét, a pénzüket, és hazamentek. Nem ezt az életet élték. Uh-huh. Ez egy fiktív élet. Akkor lehet, hogy én ezt teljesen félreértettem. Ez nem egy olyan dokumentumfilm. Tehát az volt beírva, hogy dokumentumjátékfilm. Itt ez egy ilyen átmenet.
Ennek az egyéb egész budapesti iskolának és ennek a Balázs Béla vonalnak, amit a 70-es évek második felében és a 80-as évek elején, ennek pont az volt a lényege, hogy, hogy úgy csináltuk a játék, a kitalált filmet, mintha ez egy dokumentumfilm lett volna. Ezek szerint sikerült. Mindig az volt, hogy, hogy egy helyzetben honnan, hova kell eljutni, és milyen belső kanyarokkal. És hogy ki milyen, milyen irányba. Tehát a személyiség megnyilvánulása az erősen rendezői befolyás alatt állt. De a szöveg, amit mond közben, ahogy fogalmaz, ahogy gesztikulál, az meg otthonról hozta a szereplő. Abból a társadalmi rétegből, ahonnan, ahol ő élt. Ilyenkor mindig az, az volt, hogy kimentünk, reggel 8-ra, mire összeállt a technika, az mit tudom, 11 óra, addig a rendező, meg a rendező asszisztens gyúrta külön-külön a szereplőket, gyúrtát ezt idézőjelbe. Beszéltek, hogy milyennek kell lenni, milyen elkeseredett, milyen, milyen rossznak, milyen... És az volt a jó mindig, hogy, hogy olyan emberek lettek kiválasztva, akik olyasmi emberek, mint amilyen a filmben a rendező kigondolta. És azokat lehetett irányítani erre-arra. És ez a rendezőnek iszonyú komoly munka volt, és nekem meg a kisegítő operatőr volt a Mió Barna benne, az volt a dolgunk, hogy hogy megteremteni azt a technikai feltételt, hogy elindulhasson ez a, ez a helyzet. Nem is jelenetet mondok, hanem elindulhasson ez a szituáció, és hogy a filmezés maga a legkevésbé zavarja ezeket az emberi megnyilvánulásokat. Tudták ők, hogy játszanak, tudták ők, hogy... De hát az Árdai István mondta a múltkor, hogy a jelenlévő, mint az egy 10 emberből, tuti, hogy 7-8 nagyon jó szereplő lenne. Csak az a, csak kontakt, emberi kapcsolatteremtés, beszélgetés, fölszabadítani, mindenkiben ott van egy nagyon jó színész. Lehetőséget kell neki adni, hogy fölszabaduljon. Engem a film fogadtatása érdekelne. Pártszervezet részéről. Be lehetettem mutatni, és ha igen, akkor milyen körülmények között? Ezzel kapcsolatosan felmerül az a kérdés is bennem, hogy Tar Béla megfogalmazotta ezzel a filmmel politikai üzenetet. Elég explicit módon beszél akkor lakás problémáiról, tehát ez a 70-es évek kínzó lakás kérdése, ez elég erőteljesen megjelenik. De volt egy ilyen szándék a Tar Bélának, vagy akart egy társadalmi kérdésről készíteni egy filmet? A fogadtatása az releváns volt. Ugyanis nyilván vannak többen, akik, akiket még megérintett az a fajta szellem, ami a 70-es, 80-as években a magyar közéletben volt, amikor volt egy egyetemi színpad, volt egy társadalmi forgalmazás, amikor valami olyan affinitással fordult a fiatalság, a társadalmi változások és, azok felé a művészetek felé, amik irodalomban, vagy filmben, vagy valahogy hogy foglalkoztak a valós, mély társadalmi problémákkal, hogy ezt a filmet egyfajta ilyen egyetemista, értelmiségi közönség nagyon nagy szeretettel fogadta. És a szakma az gyakorlatilag lehurrogta, de nagyon. Mert fekete-fehér, akkor már minden rendező presztízs kérdés volt, hogy színes filmet forgasson. Tudom, nagyon jól Erdős Palival megcsináltuk az Agykirály katonát című filmet, és a nagyvetítő mögött a folyosan összefutottam, ott volt hangmérnök, meg technikai emberek a filmszárgyártás környékén, és azt mondja az egyik, hogy mit akartak ez a szemcsés, randa, fekete-fehér világgal, hát ez ilyet ma már sem lehet, hogy ki fogja ezt megnézni, meg kit érdekel ez. Hát az nekem, hogy komolyan, hát tényleg jól lenne színesre forgatni, de hát az sokkal drágább, erre volt lehetőség, ez mondta, hogy hát szerintem ez, ehhez azért elég jó. Most ehhez képest a
Nagykirály katonát megnyerte a Locarnói, a Candy aranykamerát, és megnyerte a Locarnói arany leopárd díjat. Mind a kettő a legnagyobb díj volt. A Szemcsés, Randa, Fekete-fehér film. És a értelmiségi közönség az nagyon jól fogadta. A mozik közönség az is érdeklődő volt, nem? De a legfontosabb dolog az mindig ezek társadalmi forgalmazás volt, ahol olyan, akkor még voltak filmklub mozgalmak, ahol különböző helyekre mentek vetíteni, dumálni ugyanígy, ahogy itt. Akkor ez egy... De a kritika is nagyon jól fogadta, a filmkritika. Mit kapott? Hát Mannheimi nagy díjat kapott. Mannheimi nagy díjat. Kapott ez a film, jól tudom? Igen, Mannheimi díjat kapott, így van. Így van, valóban talán lehet, hogy pontosan a társadalomkritikai élét keveselték, vagy hogy mintha az lenne a gyengéje, pedig én azt gondolom nem erről szól, tényleg egy emberi dráma, ahol Tarbél fogalmazott egy helyen, hogy itt a társadalmi közeg az csak mint a... Ez csak mint a későbbi filmjeiben a lepusztult ipari környezet. Uh-huh. Úgy. Igen, tehát... Háttér hozzá. És ezek a szűk plánok, visszatérve ezekre a premier plánokra, nekem ezzel kapcsolatban lenne még egy kérdésem, hogy tényleg ez a beszűkült lélektani tér, vagy tényleg ez a szűkülés, szűkösség, vagy pedig nekem most van egy olyan gondolatom, kérdezem, hogy merre induljak, hogy az arcnak ez a tulajdonképpen egy egész tájt, egy nyitott, nagyon izgalmas, nagyon-nagyon mozgalmasak az arcok. Úgyhogy egyáltalán számomra nem volt most így ez a szűk élmény, inkább egy nagyon is szemlélhető látvány ezek a premier plánok. Nagyon, nagyon gazdagok, ezek az emberek gazdagok. Ezek mögött, a szuper közelik mögött mindig egy mesztelen jellem jön elő. Uh-huh. És sokkal inkább le van mesztelenítve egy ember személyisége, tulajdonsága, indulata, érzelme egy ilyen közelében, mert ott van. Uh-huh. Ha egy ilyen lötyögős kis totálba nem él meg az a szemvillanás, az a mozdulat, az a vacsora, az amikor a penge módon jönnek egymásnak a gonosz após és a csipkelődő menny. Uh-huh. Hát azok egy ilyen tágabb képben nem érnek semmit. Uh-huh. Ezek itt azok ütnek, azok a dolgok. Uh-huh. Fölerősíti hatványozottan. Nem beszélve arról, hogy ezek egész elég szegény házi produkciók voltak, viszonyú gyenge anyagi lehetőségekkel, kellék lehetőséggel, ruha, smink lehetőséggel, és mivel csináljon meg az ember jellemábrázolást? Egy arccal. Sokkal többre megy vele, mintha vergődik szegényes kellék vagy egyébekkel. Nem beszélve arról, hogy egy amatőr szereplőnek nyilván vannak hamis testgesztusai. Egy rossz kéztartás, egy rossz túlgesztikulálása. Uh-huh. Arccal sokkal nehezebb, azzal is lehet túlgesztikulálni a dolgokat, de ha valaki állandóan így csinál a kezével, uh-huh. és a kezét nem látom, csak az arcát, akkor attól még hiteles. Ha látom a kezét is, akkor már hitelét vesztette. Na, sok mindenre, és ezt ott kell eldönteni abban a pillanatban. Uh-huh. És nem lehet visszamenni az időbe, hogy na, akkor mégiscsak úgy kéne fölvenni azt a jelenetet, ahol ez az indulat fölszabadult, hogy akkor azt érezni kell, hogy ott az a plán, az új és onnan, és... Uh-huh. Egyébként ebbe a fajta fényképezésbe nem annyira a technikai tudás volt a fontos, mint inkább az együtt, az empátia, hogy beleérezzek, hogy is van ez a lélek, uh-huh. és akkor annak megfelelő képkivágást uh-huh. alkalmazni. És akkor két kamera volt, és a másik operatőrrel, Mihók Barna, ő vele is kellett egy húron pendülni. Persze. Hát ezt meg kell beszélni előre. Uh-huh. Két kamerával két nagy gond van. Egyik. Nem lehet két kamerára szépen világítani.
mert amelyik fény az egyik kamerának, itt van az egyik kamera, ott a másik kamera, amelyik fény az egyik kamerának éppen jó, az a másiknak nagyon csúnya. Ezért van az, hogy szappanoperákban, ahol négy kamera is van, teleöntik fénnyel lavorral, semmi karaktere nincs, és akkor egy olyan fénybe játszódik. Így a fény elveszíti azt a rendkívül fontos lehetőségét, hogy dramaturgiai kifejező eszközzé váljon. Ez csak pusztán technikai alappá silányodik. Két kameránál azt a nagyon nehéz megtalálni azt az egyensúlyt, hogy a fény konstrukció úgy álljon elő, hogy mind a két gépnek aránylag olyan fénykonstrukció álljon rendelkezésére, ami dramaturgiai segítséget ad. Tehát, hogyha egy derűs helyzetet akarok, akkor szépen lágyan bevilágítom. Ha egy drámai helyzetet, akkor föntről adok nagyon derűs élfényeket, valami nagyon pici oldalról, hogy az arcok látszódjon, hogy éppen csak a szemek megvillanjanak. Akkor az másképp működik. Na, ez az egyik problémakör. A másik problémakör az, hogy egymás képébe rendkívül nehéz, mert a két ember itt beszélget, akkor a két kamerának leginkább így kell dolgoznia, hogy meglegyenek a nézésirányok és a szemkontaktok. Ha most ha a szereplőnek úgy van, úgy tartja úri kedve és befordul így, ott előáll a ciki. Tehát ez nagyon nehéz, főleg amatőr szereplőknek elmondani, hogy milyen pozíciókba tilos két kamerával történő helyzetbe keveredni. Mert ha beállnak így, két kamera vághatatlan egyrészt, mert ezt úgy hívják, hogy blikkriktum, tehát nézés ellentét. A szereplő pedig, főleg az amatőr szereplő, szeretne rendkívül szabadon mozogni. A két kamera, ezek nehézkes technikák voltak. Ezek voltak az első gépek, amivel itt dolgoztunk, amit már kézbe lehetett venni, és lehetett vele mozdulni. De még nem úgy volt fölépítve, mint ezek, hogy az embernek a súlya vállán van, hanem így kézből, itt volt minden elől. Ez rendkívül nehézkes volt vele mozogni. És így igazán a szabadság, nem tudtuk megadni a szereplőknek mozgásba. Ez egy olyan jó 5 évnek kellett eltennie, hogy már olyan gépeink legyenek, amivel szabadabban tudunk kézben is. És egyébként a film eleje és a vége között van egy alapvető képi különbség, az pedig az, hogy ott, ahol ezek a munkás dokumentum részek vannak, ahol jön a villamos, ahol jönnek a buszról, az még statívról készült. És ahogy megyünk a filmbe, úgy egyre válik szabadabbá, ahogy ők egyre megyünk bele a lélekábrázolásba, egyre szabadabb kamera kezelés is van, kézből. Kézből és együtt lélegezve, szuszogva, együtt szenvedve, örülve a szereplővel. Hát ez nagyon, nagyon izgalmas és szépen hangzott. Tehát én csak hírből hallottam, hogy a kézi kamerázásnak a nagy mestere ön, vagy nagy legendája a kézből felvett. Mi volt a legnagyobb élmény? Csak kérdezem, hogy mi egy ilyen élményt, ami kézből sikerült, vagy egy ilyen nagyon izgalmas helyzetet, akár ebből a filmből, vagy máshonnan, csak a kézi kamera legendájáról, a kézből felvétel legendájáról. 1983-ban Tar Bélával csináltunk a televízióba egy Macbethet. Kútvölgyi Erzsé és Cserhalmi Tyutyő, ők voltak a főszereplők, és a teljes Macbethet megcsináltuk 52 percbe, egybeállításba. A megöléssel, a megőrüléssel, a boszorkányokkal, a lovas csatával, a lakomával, mindennel egybeállításba. És csak azért volt csak 52 perc, mert az akkori technikai lehetőség az már videókamera volt, és egy úgynevezett
Colos Ampex volt a felvevő berendezés, ami két ekkora tányéron forgott a magnós alap. Képmagnó, ezt a képmagnót egy súlyemelő hozta utánam az akkumulátorokkal, mert nem bírták. A kamera volt az én kezemben, a hangmérnök a keverő pulttal állandóan jött utánam, és a várba forgattuk, lépcsőn le hátrafelé, nagy monológ útvölgy, le a barlang részbe, megöltük a királyt, akkor föl, akkor Csetepati, akkor jött a hírnök, hogy ahol hát, és 20-valahány nap volt rá, ez nagy televízióban, nagy kocsikkal, tehát bevilágítva. Uh-huh. Éjszakai felvétel. Éjszakai, uh-huh. És a várba, mert és csak éjszaka lehetett csinálni, mert hogy a fények, csak mesterséges fények, és hogy a város zaja, azért egy Macbethbe azért ne dudáljanak bele, mert az a... És 17 napig próbáltuk, este, és a színészek mindig, amikor már hullafáradtak voltak a színházi előadás után, 11-kor bezuhantak, és na, akkor kezdik. És lépésről lépésre kidolgoztuk, hogy az 52 perc a teljes Macbeth egybe meglegyen. És azt hiszem, hogy három, és Gulyás Budával ketten betanultuk, hogyha eltöröm a lábam vagy valami, akkor a produkció ne. Direkt ketten betanultuk, hogy mi, hol, hogy kell megfordulni, mint, hogy tudjuk azt megoldani, hogyha innen átmegyünk, hogy a közben a súlyemelő, az Ampex-el, meg a hangmérnek a teljes mispulta, hogy bújjon el, hogy az, hogy vigyük át úgy, hogy a, nem tudom mit, hogy a lámpák, a fáklyák, a lovak, teljes lakoba, csata, boszorkányok jósolnak, jön az erdő. Minden. Egybeállításban, 52 percben. Megvan, a Bélának már mondtam, hogy vegyük elő, és csináljunk belőle egy digitális felújítást, csak annyira gyenge a technikája, mert akkor még ilyen úgynevezett háromcsöves, nagyon vacak kamerák voltak. És az a videóval rögzített, videójelben rögzített. Nem olyan, mint ezek, hogy pixel, meg hány, ez sokkal kevesebb. Biztos lehet valamit kezdeni azért. Nagyon nehezen, de én szerintem megérné, mert az egy fantasztikus dolog. Na, ez volt a nagy kalap. Köszönjük szépen Papp Ferencnek, hogy megajándékozott minket ez a film és az élményeivel. Én köszönöm a lehetőséget.